Az Én idő megteremtésére biztosított lehetőséget hétvégén az első Csapókerti Női Expo. Az egésznapos rendezvény programjait úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes kikapcsolódási lehetőséget. Az előadások mellett például különböző mozgásformákat is ki lehetett próbálni. Minden érzékszervre hatott a Csapókerti Női Expo. Az ingyenes rendezvényen számtalan terméket és szolgáltatást ki lehetett próbálni. Fontosnak tartom, hogy a mai családanyák, dolgozó nők tudjanak magukra időt szenni, és hogy erre legyen tér és lehetőség. Illetve még azt is fontosnak tartom, hogy a magyar márkák, az egyedi szolgáltatók, egyedi kézművesek például meg tudják magukat mutatni így egyben. Az egésznapos rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy megteremtsék a nőknek az Én időt. Ide szoktam jönni néha, amikor ilyen rendezvények vannak, de ez nagyon felborzolta az érdeklődésemet. 7 másodperc az egyébként, amikor az agynak a legényeivel eljut ez az illóolaj, el kell érni, hogy olyan állapotot, és el tudtuk élni, amikor tényleg egy nyugodt, békés állapotba kerülhetett. A Csapókerti Közösségi Házban előadásokat is tartottak a Női Expón, például az aromaterápia előnyeiről. De arra is lehetőség volt, hogy különböző mozgásformákat kipróbálhassanak az érdeklődők. Én azt gondolom, hogy ez is egy újabb bizonyítéka annak, hogy ez egy nagyszerű beruházás volt, és nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk újítani a Csapókerti Közösségi Házat. És célom volt az is, hogy a meglévő régi rendezvények mellett egy újszerű, egy vagányabb, egy kicsit másabb, fiatalosabb rendezvénysorozatot is el tudjunk indítani. A Csapókerti Női Expót hagyományteremtő szándékkal rendezték meg.